itt megint tud. Ja. Azokra vigyázz rá, ilyenekbe bele lehet esni, van vagy 10 darab. Nagyon nézd a lábad elő. Először a bicikliket, aztán a strandot. És ebben mindegyikben víz volt. Ezekben a félkörívekben. Ezek voltak a medencék. Ha belegondolt, kibaszott szarul néz ki. Nem úgy, hanem mikor új volt, akkor is. Ez nem egy design, ez semmi. Az. Hogy kell vasbetonból, szarból várat építeni? Ja, és cserébe ez senki le nem bontja. Te mivel tudod lebontani? Te olyan munkagépek kellenek, hogy ami ide föl se tud jönni. Főleg ez a nagy betoni. Ez mire volt jó? Tehát itt meg ebből a csőből, nézd, ami ott bent a mennyezeten jön, itt kifolyt a víz, és ezeken a, így ilyen lépcsőzetesen folyt ki. Ezen a három betonkarikán. Igen, csodálatos. Ez a jó szó. Hogy nagyon csodálatos. Aha.
Alex, itt vagyok fönn, vagy csinálsz egy fotót? Hová álljak? És majd kimegyek a napra. Azt mondom. És itt? Bazzak, itt van alattam egy 20 méter mély akna. Atya úristen. Igen. Megálltam, csak nem akarok beleesni. Kösz. Kész vagyok.
Tudod, mikor jártunk ide a Csabival fürdeni? Éjszaka. Éjszaka belógtunk mindig. Aha, hát éjszaka nem volt egy pénztár, hál' Istennek. Nem volt itt senki, a medencék tele voltak. És eszemetet jól nézett ki nyári estéken. Mi az? Soha életemben nem vettem még ilyet. Olyan hajók, hogy megőrülsz. Mert gyorsan megőrülsz. Nem, én tartom. De mit? Az a lényeg a hajóknak. Hogy ilyen amerikai hajók, nem? Nem. Amerikai zászlóval, hogy nem, az sem. Semmi? Hát akkor mitől Amerika? Ez a neve, hogy Amerika Kupa. Igen. Kémet megállt, majd otthon megyünk. Nem, most ja? Ezt már megmutatom, mert ki a technika. A technika jött. De végre, hogy hát ennek nagyon jó. Na ez a nap legjobb híre van. Na ennek komolyan most.